és menjük el. Köszöntöm Önöket a második Uránál filmnapok keretében megrendezett kerekasztal beszélgetésünkről. Azt a Magmerői címet adtuk ennek a beszélgetésnek, a Magyar Operatőri Iskola. Magmerő, de talán inkább provokatívnak, arra gondoltunk, hogy van ez a fogalom, amit annyiszor hallottunk, és ami alatt mindenki ért valamit, de mégis olyan homályos, hogy próbáljuk egy kicsit megnézni különböző oldalról. Tehát azt próbáljuk megnézni, hogy van-e valamilyen sajátos arculata ennek a Magyar Operatőri Szakmának, Iskolának, van-e folyamatosságok, változások. Miért van az, hogy annyi jó Magyar Operatőri, mert tényleg kiválóak vannak, nem csak akik itt mellette ülnek, hanem még ezen kívül is számtalan nagyszerű és kiváló operatőr van, hogy olyan mit tanítszak. És én arra jutottam, hogy ennek valahogy közel lehet a költészethez is, mert a költészetünk erős. Az irodalmat tekintve, az irodalmat, mert a költészetünk a legerősebb. Talán ezért, mert ott is, és a legjobbak ott is képekben, vagy képkapcsolatokban, vagy hasonlatokban gondolkodnak, úgyhogy lehet, hogy ez ilyen, ez egy elmélet, persze. Lehet elfogadni, vagy nem elfogadni, vagy nem. Inkább csak egy fölvetés. Tehát, hogy lehet, hogy a sok jó operatőr képalkotó képessége a magyar lírában, a magyar költészetben gyökerezik. Valószínűleg a gondolkodásunkban alapvetően benne van a magyar nyelvnek ez az elképesztő gazdagság, ami semmilyen sem hasonlítható, semmilyen más nyelvhez. Hogy elképesztő dolgokat tudunk kifejezni és megfogalmazni magunkba is. Éppen ezért, hogy előbb-utóbb, ugye, akiben benne van alapvetően ez a tehetség, meg is tudja fogalmazni. Mindig mondom ezt a mondatot, amikor amerikaiakkal beszélek, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy van lefordítva Shakespeare, például magyarul. Jobb, mint az eredet, hogy elképesztően van lefordítva, mert olyan szavak vannak, amit az angol nem ismer. Hogy van olyan, mindig eszembe, hogy csak ha ez jut eszembe a legjobb leszek, hogy bura termett idő, ködnevelő szellő. Hogyan fenébe születhet egy ilyen mond? És ezt el tudjuk mondani, sőt, le tudjuk fényképezni, úgy néz ki. Hogy alapvetően bennünk van ez a képesség, mert hogy ilyen a nyelvünk, hogy mindenről tudunk magunkba képet kialakítani, amit aztán megpróbálunk megfogalmazni, és kivetíteni. És van hozzá erő, elképesztő, de van hozzá erő. Nyilván ez talán a kisipari módszerekből is következik, meg abból is, hogy a néző talán nem fontos. Szóval, hogy ez a szabadság, ez mindig ott van, és ez generációról generációra, ez a kép, ez a felfedező attitűd, ez mindig feldobul nagy operatőr tehetségeket, és új operatőr hullámokat, és új, teljesen új, tehát van valami lírai lelkület, ezt a Rajzsár Vajda úgy mondta ránk, hogy nem a 15 líraiak, hanem a magyarok sokkal inkább. Tehát ebbe a vonulatba a pillantással, rápillantással, az észrevevés, abban van valami az emlékezetnek a lírájából, és ugyanakkor pedig a kompozíció az már változik. Események kellenek, ez az egész ilyen eseménykultúra az, ami bevonza az embereket a moziba. Csináljunk akkor egy olyan magyar filmekből válogató filmünnepszerűséget, ezt a filmnapoknak neveztük el, és legyen ebben valami különös, és akkor az volt az ötlet, hogy mivel úgyis nagyon szerzőközpontú, tehát ilyen rendezőközpontú ez a magyar filmtörténetírás, kritikaírás, találjunk egy olyan szempontot, ami ettől egy kicsit elvisz egy másik irányba. És akkor tavaly hangmérnökök, sound designerek, zeneszerzők, tehát filmzeneszerzők
voltak a figyelem középpontjában, idén pedig operatőrök. És ennek az is volt az apropója, hogy most Illés György is 100 éve született, illetve Hegyi Barnabás, tehát két olyan mestere a szakmának, akikre méltó módon lehet így visszaemlékezni.